Van egy örömhírünk, Feke Pál ugye hamarosan édesapa lesz. Jó reggelt, szia Pali! Szia Pali! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Szia, jó reggelt! Hogy fogadtad a hírt? Először is, hát gratulálunk! De édesek vagytok, nagyon szépen köszönjük! Hát hogy fogadtam a hírt? Hát figyeljetek ide, ez egy őrület, tehát nagyon boldog vagyok, hát az ember, így 35 éves vagyok, nagyon vártam már azt, hogy megjöjjön itt a Leivussal a kapcsolatunkban egy baba, úgyhogy tulajdonképpen nagyon boldog vagyok, és hát iszatosan várjuk, most a fél időben vagyunk, úgyhogy készülünk rá, és hát azt kell mondjam, hogy ez egy ilyen teljes feltöltés, mert az ember arra koncentrál, hogy egyszer csak megérkezik majd egy kis borony, akinek onnantól már a sorsát és a gondját viselni kell, és figyelni kell rá, és szóval én egy nagyon boldog vagyok. Ez azt hiszem, hogy minden férfi és nő életében egy óriási dolog. Pali, ugye a kedvesed az 5. hónapban jár ugye a csemetétekkel, az valószínűleg már tudjátok, hogy fiú vagy lány, de te igazából milyen nemű gyermeket vártál? Még nem tudjuk, hogy fiú vagy lány, mert nem az 5. biztosan tudjátok, nem? Kék vagy rózsaszín színű lesz a szoba. Még nem tudjuk, hogy kék lesz vagy rózsaszín. De én nagyon remélem, hogy rózsaszín lesz, én ilyen kislányos apukának képzelem magam, de aztán persze, hogy mondjam, a legfontosabb én azt hiszem egy ilyen helyzetben az, hogy egészséges legyen, egy jókedélyű, jó ember legyen. Én mindig azt mondom, hogy szerintem itt ebben a mai világban az egyik legfontosabb, hogy valahogy ezt az összetartás a családnak a klasszikus értelemben egy család képet, azt mi tudjuk neki biztosítani, és egy harmonikus helyre jöjjön a kisbaba, úgyhogy tulajdonképpen engem az, hogy fiú vagy lány ilyen formában nem érdekel, nyilván az emberek vannak vágyai vagy elképzelései. Na de mi az? Tessék? Mi a vágy és az elképzelés, a kislány akkor az elképzelés? Hát igen, de én ezt sosem mertem így kimondani, mert ha... Most kimondtad? Meg biztos, igen, de sosem, már nem nektek nem merem kimondani, magamnak nem mertem kimondani, mert mindig azon izgultam, hogy ha véletlen kisfiú, akkor meg az ilyen, hogy most én mondogatom, hogy kislány legyen, ha meg fordítva, akkor Pali, meg de most a levegőben beszélünk, tudod amúgy, vagy nem tudod? Csak nem tudom még, nem tudjuk még, nem jó. Biztos ilyenkor, tehát nem akarok nem olyanokat biztos, mondani. Nem biztos, tehát tudja, csak figyelj, azt mondd el, hogy hogy tudtad. Zsivány vagy. Azt mondd el, Pali, hogy tudtad meg. Hát figyeljetek ide, először is ugye volt egy nagyon szép esküvőm nyáron a Leivussal. Hú, de szerencsés, hogy te már túl vagy rajta, igen. Túl vagyunk rajta, igen. És egy nagyon szép dolog volt, tehát tényleg pont úgy sikerült, ahogy azt elképzeltük, és tulajdonképpen rá néhány hónapra úgy tűnik, legalábbis hát a mostani számítások szerint, hogy akkor fogalhatott meg a kisbaba, és hát amikor megtudtam, hát figyeljetek ide, az embernek ez egy ilyen sok hirtelen, hogy úristen, apuka lesz, úristen, biztos egy csomó minden átalakul. Én hogy mondjam, én azt hiszem, hogy erre már nagyon régóta kész vagyok, arra, hogy én apa legyek, arra, hogy a család ilyen formában bővüljön, tehát én erre mindig is vágytam, én anyukám egy hihetetlen családcentrikus ember, tanítónéni, és nekem a gyerekeknek a szeretete, vagy a gyerekekre való odafigyelés, az mindig fontos volt. Mindig, hogy biztos, mindig hogy ez a koránkelés, ez jól megy neked, így mert van. Gyakorlatilag folyamatosan meg hát az is, Pali, hogy mentorként már bizonyítottál, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, további sok sikert ugye a babaváráshoz. És nagyon gratulálunk. Így van. Vigyázzatok egymásra, köszönjük.